Tisztelt elnök úr, tisztelt megjelentek, különösen is kedves fiatalok! Egy ilyen előadás után 1956-ról beszélni, arról beszélni, hogy mit is jelent 1956, nem könnyű feladat, és ugyanakkor meg könnyebb, mint hogyha nem láttuk volna együtt ezt az előadást, vagy mondjuk így, hogy érzelmileg nem csak előkészítette, hanem meg is erősítette azt a gondolatot, hogy megkérdezzük, hogy mi köt össze bennünket, magyarokat, függetlenül attól, hogy a határnak, a határoknak melyik oldalán érünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a szabadság. A szabadság összeköt. Különösen is a magyar szabadság. A szabadságnak az akarása, a magyar szabadság akarása, és az az elhatározás, hogy ezt a szabadságot nem csak akarjuk, hanem vigyázunk is rá. És különösen is a fiataloknak az utolsó mondatai arról, hogy milyen is az igazi szabadság, mert minden definíciós kérdés is figyelmeztetnek bennünket arra, hogy nehogy azt higgyük, hogy ebben az ügyben bármikor letehetjük a szellemi-lelki fegyvereket, bizony vannak, akiknek még a valóságos fegyvereket sem szabad letenni, mert hogy a szabadságért újra és újra meg kell küzdeni. Mi egy olyan emlékévnek körülbelül a közepén vagyunk, amiről elnök úr beszélt, egy olyan emlékév, amelyik a magyar forradalom és szabadságharc 1956-60. Évfordulóját ünnepli, és a legtöbbet azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet közel vinni 1956-nak az élményét, az értékét, a jelentőségét a most felnövekvő nemzedékhez, ahogy ezt szokták mondani, az XYZ generációhoz. Itt én átfordítottam ezt a gondolatot. Hogyan tudják ők közel hozni hozzánk? Ezt az élményt egy valóban szövegében, koreográfiájában kifinomult módon, úgyhogy csak gratulálni tudok, ha ebbe a kollégiumba ilyen fiatalok járnak, akkor van remény, akkor nem csak, hogy nem szabad feladni a reményt, hanem akkor megerősödünk abban a reményünkben, hogy itt is van magyar jövő, mindegy, hogy a határ melyik oldalán van magyar jövő. Mert hogy ezt mondja nekünk 1956, hogy azért a szabadságért, amiben most élünk, azért mások küzdöttek. Mi a hősökről beszéltünk otthon, és fogunk még beszélni a jövőben a hősökről, akik mártírok lettek, akik áldozatok lettek, mert nem szabad elfelejteni azt, hogy nekünk magyaroknak nem csak mártírjaink vannak, nem csak áldozatai vannak a magyar történelemnek, hanem hősei. A jelmondata az ennek az emlékévnek, hogy ahol a hősöket nem felejtik, ott lesznek újak. Lesznek újabb hősök, lesznek újabb harcosok, akik a legfontosabb és a rendelkezésre álló eszközökkel küzdenek a szabadságért. Úgyhogy megfordult egy kicsit a világ, most nem az a generáció beszélt 1956-ról, akiknek egyébként erről hosszú évtizedeken keresztül nem volt szabad beszélni, hanem azok, akiknek ezt el kell mondani, most ők mondták el nekünk, ezt különösen köszönöm. A mi családunkban van egy nagybácsi, most már sajnos azt kell mondanom, hogy volt egy nagybácsi, akit halálra ítéltek. 1956 után semmi más bűne nem volt, mint hogy sorkatonaként, kiskatonaként sofőr volt, és egy idő után a parancsnokok, akik átálltak a magyar nép oldalára, azt mondták, hogy mostantól a forradalmárokat kell fuvarozni, és ő a forradalmárokat fuvarozta, ezért halálos ítéletet kapott, majd hosszú évekig börtönbe ült, és amikor 1990-ben úgy gondoltuk, hogy eljött Budapesten a szabadság, akkor mondtam neki, hogy Laci bácsi, itt az alkalom, jár a kárpótlás, és akkor azt mondta nekem, hogy én nem kérek kárpótlást, mondom, hogy miért? Mert visszajönnek. Meghűlt bennem a vér, és aztán 1994-ben fölhívott, és annyit mondott, hogy ugye mondtam.
Aztán 1998-ban megnyertük a választást, mondtam, hogy Laci bácsi, itt az alkalom, menjünk együtt, kérjél kárpótlást. Azt mondta, még mindig nem kérek, mert még mindig visszajönnek. 2002-ben már nem is hívott föl telefonon, csak rám nézett. Aztán 2012-ben jutottunk el odáig, hogy Laci bácsi azt mondta, hogy na, most már az én is kérnék kárpótlást, de mégiscsak halálra ítéltek. Úgyhogy utána jártam ennek a dolognak, a kárpótlás igénylésének az ideje lejárt. Magyarországon lezáratott, úgyhogy nincs kárpótlás. Most ez a mi kedves nagybácsink stílszerűje, ha lehet ilyet mondani, 2016. októberében, a 60. évfordulón visszatért a teremtőjéhez, és amikor meglátogattam valójában a halálos ágyán, akkor azt mondta, hogy most jön az igazi kárpótlás, mert egy mélyen hívő ember volt. Úgyhogy mi ebben a dimenzióban éljük az életünket. Tudjuk, hogy előttünk is volt valami, előttünk is voltak valakik, több mint 1000 éven keresztül, meg hogy utánunk is jönnek valakik, és utánunk is lesz valami, még velünk is a haláluk után, mert magyarnak lenni ebben a transzcendens dimenzióban érdemes, ha csak arra az időszakra szorítkozunk. Itt elnök úr említette a délvidéki vérengzések áldozatait, gondoljunk bele, hogy azok, akik nem érték meg még azt a reményt sem, azt a felvillanó reményt, hogy igazság szolgáltatik ezeknek a magyar áldozatoknak, akiknek úgy kellett meghalni az elmúlt évtizedekben, hogy esélyük se volt arra, hogy azok a sírok tiszteletben lesznek tartva, hogy azok nem lesznek meggyalázva újra és újra, azoknak mit lehetett mondani az életükbe? De mi az utódok, azok ezt megéltük, és érdemes ezért hálásnak lenni, és érdemes ezt értékelni, és én azért örülök annak, hogy Pásztor István elnök úr vendége lehetek, mert mi ma Budapestről úgy látjuk a dolgokat, hogy az a hosszú-hosszú küzdelem, ami nem csak ebben az országban, a közéletben a magyarok jogáért zajlott és zajlik, hozza meg az első szemmel látható gyümölcseit, hanem az a küzdelem is, hogy mondjam így, ami a magyar közösségen belül zajlik. Mert mi magyarok már csak ilyenek vagyunk. Nehezen tudunk összefogni, nehezen tudunk összeállni, főleg, hogyha vannak olyan erők, akiknek ez nem is érdeke. Mi örülünk annak, hogy ma a délvidéki, a vajdasági magyarság sokat tesz az egységért, erősödik ez az egység, és hogy ez több száz önkormányzati képviselői helyet jelent, ez fontos erőt jelent a tartományi parlamentben, ez fontos erőt jelent ennek az országnak a kormányában, és ennek az egyik eredménye az, hogy én most majd itt hazamegyek, ma éjszaka, valamikor, majd ha elnök úr elenged, aztán holnap eltemetjük Kocsis Zoltánt, akit én nagyon közelről ismertem, és aztán vasárnap este visszatérünk, és Nisbe megyünk, ahol lesz egy közös szerb-magyar kormányülés, ahol a magyar közösségnek, a vajdasági, szerbiai magyar közösségnek a jövőjéről fogunk beszélni, és olyan halló fülekre, mint mostanában, azt hiszem, hogy szerb oldalról talán még soha, vagy nagyon régen találhatott az ember. Ez egy nagyon nagy dolog. Ezzel érdemes vigyázni, és mi csak azt tudjuk ígérni, hogy mi ezt nem fogjuk elrontani, hanem mi ezt támogatni fogjuk, mi ezt erősíteni fogjuk, és hogy támogathatnánk másképp, és hogy erősítenénk másképp, mint úgy, és erre utalt elnök úr, mint úgy, hogy abban az egységes, magyar, kárpát-medencei felsőoktatási térben gondolkodunk, amelynek fontos lépései lesznek itt délvidéken, itt Vajdaságban az elkövetkező években. Valóban a kapujában állunk annak, hogy egy új kampusszal, egy új fejlesztéssel, ingatlanokkal, tanári karral, a Szegedi Tudományi Egyetemnek egy kihelyezett kampuszával meginduljanak azok a képzések is Szabadkán, amelyek magyar nyelven valóban versenyképes tudást fognak adni, informatikában, mérnökképzésben, gazdaságtudományban, és abban is, amire nekünk szükségünk van, a gyógypedagógus képzésben, és más területeken is mindenütt, ahol ott vannak azok a fehér foltok, úgy fogunk politizálni, felsőoktatás politizálni, hogy ne kelljen elmenni ahhoz, hogy valaki magyar nyelven tudjon tanulni, és magyar, vagy éppen mind a két országban
elismert diplomát kaphasson. Ez az egységes magyar kárpát-medencei felsőoktatási tér egy kicsit ilyen technokratán hangzik, ezért mi ezt Makovecz ösztöndíj programnak neveztük. Arra gondoltam, hogyha le kéne fordítani, hogy mit jelent az, hogy egységes magyar kárpát-medencei felsőoktatási tér, akkor azt mondanám, hogy aki nem tudja, hogy mit jelent, az nézze meg ezt a 40 perces előadást. Hogy ugyanazok az érzések, ugyanazok a gondolatok, ugyanaz a nyelvnek ugyanaz a tisztasága és szépsége szólal meg itt, itt Újvidéken, az Európa Kollégiumban, mint ami megszólal Budapesten, vagy Debrecenben, vagy éppen, én azt is egy szép nyelvnek tartom, soha nem felejtem el, hogy milyen megrendítő volt az, amikor egy negyedik generációs magyar kisgyermek mondta el Márai Sándornak a Mennyből az Angyal című versét, tört magyarsággal alig találva szavakat Clevelandbe, ahol bizony még mindig egy erős magyar közösség van. Mert hát így tartozunk mi össze, azt szoktuk mondani, hogy világ magyarsága világnak minden táján. Az az összefogás, ami, és az az összetartozás, ami bennünket meg kell, hogy határozzon, az 1956-nak az élménye, az eseménye nélkül elképzelhetetlen. 1956 adja meg a rangunkat a világban még mindig, 60 év után is. Tragikusnak tartom, hogy az 50. évfordulót ebből a szempontból elmulasztottuk, de most ezen a 60. évfordulón még ott vannak. Ott vannak mellettünk, és ott vannak közöttünk azok, akik beszélni tudnak mindarról, amit átéltek, akit tettek. Én egy kis élményemet hagyosszam meg itt a hallgatósággal, amikor én, mint az Emlékbizottságnak az elnöke, néhány külföldi országban is tarthattam beszédet. Svájcban volt a legmeghatóbb élményem, ahol Bernbe, az a képviselőnő tartotta a párbeszédet velem, ő volt a társ szónok, aki 1956-ban azért hagyta abba az egyetemi tanulmányait, hogy 2 évig segíthesse a magyar fiatalokat tanulmányi helyhez jutni, ösztöndíjhoz, lakáshoz, munkához, élelemhez, lehetőséghez, és így tovább, és így tovább. Ez a hölgy lett Svájc első női képviselője, hogy csak a 70-es években adták meg a nőknek a választójogot és választható jogot bizonyos kantonokba, lehet, hogy tudtak valamit, és aztán ő lett az első női miniszter is Svájcba. Nagyon szereti a magyarokat, 80 éves, egy gyönyörű, fiatalos hölgy, és amikor mondta nekem, hogy hát én nem nagyon értem most, hogy mi történik Magyarországon, annyi rosszat írnak magukról, mi ott valójában a helyzet, én ezt nem értem. És akkor mondtam neki, hogy hát mi magyarok már csak ilyen nehezen érthetőek vagyunk. És akkor az volt a válasza, hogy de ezt teszi önöket olyan sármossá. Így is lehet közelíteni hozzánk. És a másik élmény, mert az kötődik ahhoz, hogy ilyen méltósággal, ilyen mélységben, ilyen nyíltan vállalva bizony a határon kívüli közösségben sem nagyon ünnepelhettük még 1956-ot. Pozsonyban mégiscsak a jelenlegi Szlovákia kulturális minisztériumába, egy gyönyörű, szép magyar-osztrák banknak az épületében, a gyönyörű aulájában megszámoltam, és 60 magyar zászlót láttam, meg egy szlovák zászlót, és az ottani miniszterrel együtt nyitottuk meg az 1956-os kiállítást, amelyik magyar, szlovák és angol nyelven ott volt a magyar politikai elit, ezt is megértük, a minisztert úgy hívják, hogy Magyarics miniszter úr, még azt is elárulta, hogy a nagyapja az még nem nagyon tudott szlovákul, ő meg már nem tud magyarul, de mégiscsak megnyitottuk együtt ezt a kiállítást. Nemzet stratégiában megyünk előre. Mindig attól rettegtek, hogy na, jön egy jobboldali kormány Magyarországon, akkor milyen lesz a szomszédsági viszony, nézzenek csak körül. Romániát leszámítva, majd ott is bízunk benne, hogy lesznek változások. Ma mi a szomszéd országok kormányával partneri szinten egyenlő félként tudunk beszélni arról, hogy milyen is a sorsa az ott élő magyaroknak, az ott élő magyar közösségeknek. És 1956 igazságát ott is elismerik, és ott is lehet vele találkozni. Én nagyon köszönöm a délvidéki fiataloknak azt, hogy ezzel az előadással megörvendeztettek bennünket, és azt kívánom, hogy legyenek élvezői ennek az egységes
magyar kárpát-medencei felsőoktatási térnek, ahogy utalt rá elnök úr, ez azt jelenti, és ez kellett egy kicsit a magyar kormánynak, Budapestnek a szerény hátralépése, hogy ma minden magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmény közvetlenül kerülhet kapcsolatba egymással a Kárpát-medencébe, nem Magyarországon keresztül, hanem Beregszász Újvidékkel, Szabadka Kolozsvárral, Marosvásárhely Pozsonnyal, Révkomárom Csíkszeredával, Beregszászot ki ne hagyjam ebből, azt jelenti, hogy diákcserében a magyar kormány finanszírozásában megállapodnak abban, hogy hogyan tanulnak egymás intézményeibe, aztán hogyan térnek vissza az anyaintézménybe. Így támogatjuk azt a professzori programot, amit Magyarországon az állásukat, fizetésüket megtartva magyar professzorok eljöhetnek tanítani a Kárpát-medence magyar nyelven oktató tanszékeire és oktatási intézményeire. Mindez jelzi azt, hogy az együttműködésben mi azt szeretnénk tenni, amit önök kérnek, és örülünk, hogy most van egy olyan erős szó, a Vajdasági Magyar Szövetség, akivel együttműködhetünk ebben az ügyben, és tudhatjuk, hogy itt mire van önöknek valójában szükségük. Ezt az együttműködést mindenképpen szeretnénk megőrizni. Én szerényen hagyd kérjem, mert ma délelőtt egy sokkal szerényebb és kisebb kollégiumnak a felújításán lehettem ott az apácai kollégiumnak, hogy találják meg a jó együttműködést. Tőlük is azt kértem, és önöktől is azt kérem, vannak a nagyok, annak nagyon komoly előnye van, amit elnök úr mondott, hogy itt lehet a jövő vajdasági magyar nyelvű értelmisége. És azok a személyes kapcsolatok, barátságok, szövetségek, amik itt szövődnek, azok majd akkor is megmaradnak, ha visszatérnek oda, ahol aztán majd munkát vállalnak, meg szolgálatot vállalnak azok, akik itt tanultak Újvidéken. Ez egy nagyon nagy dolog. És a kis közösségeknek is van erőnye abban, hogy intenzívebben jobban lehet ápolni a közösséget, az értékeket. Azok az egyházak, akik magyar nyelven itt vannak, azok a közösségek azok, akik nem mennek el, akárhogy fúj a szél. Akár ha szembefúj, ha szélcsend van, ha nagy viharok vannak is, az egyház az ott marad az emberekkel. Úgyhogy ez a szövetség is nagyon fontos. Elnök úrral ma találkoztunk a református lelkipásztorokkal, ezért is késtünk egy kicsit, ezért elnézést kérünk. A papokkal elkezd beszélgetni az ember, az én példámon látják, azt nehéz abba hagyni. Ez egy nagyon fontos megbeszélés volt, mert az egység, az összefogás az egyetlen út, ahol sikeresek tudunk lenni, ezért kérem ezt önöktől. És a végére, ha fiatalodnak mondhatok még néhány szót, a mi magyar sorsunknak a Kárpát-medencében, és ez nem csak 1920 óta van így, hanem bizony már előtte is így volt, nagyon gyakran az a kérdése volt, hogy menni vagy maradni. És milyen furcsa fordulata a sorsnak, hogy ez ma már a Kárpát-medencében sem csak magyar kérdés, hanem ez egy európai kérdés. És nem csak Európában kérdés a menni vagy maradni, hanem a Közel-Keleten legalább annyira, Afrikáról, Távol-Keletről, Dél-Kelet-Ázsiáról nem is beszélve, a világban ez a fordulat, ez a kényszerű, meg ez a vágyott mobilitás, ez egy nagyon súlyos kihívás. Hogy ma már bizony azzal a hazugsággal küzdünk, amelyik azt mondja, hogy mindegy, hogy hol élsz. Az a lényeg, hogy legyen pénz, paripa, fegyver. Hogyha az elithez tartozol, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy a melyik táján vagy a világnak, akkor te fönn vagy. És akkor te boldog vagy. Mi meg erre azt mondjuk, és ez nem csak egy magyar tapasztalat, hanem ez egy több ezer éves tapasztalat, úgy körülbelül 4000 évvel ezelőtt írták le először, hogy az, hogy ki vagy, azt alapvetően meghatározza az, hogy hol vagy otthon. Amikor Ádámtól azt kérdezte a teremtője, a teremtés hajnalán, hogy Ádám, hol vagy, akkor már elveszett az identitása. Tulajdonképpen azt kérdezte, hogy tudod te még, hogy ki vagy? Tudod te még, hogy ki teremtett téged, és hova teremtett? Minket ide teremtett a Jóisten, és addig tudjuk igazán, hogy kik vagyunk, amíg tudjuk, hogy hol vagyunk otthon. És ez éppen ezért nem csak a közösség jövője szempontjából fontos, hanem mindenkinek a saját sorsának a szempontjából is. 100 milliók gondolják ma azt a világban, hogy ha elmegyünk, jobban járunk.
És erre vannak ráutaló jelek is a posztmodern világnak ez a hazugság, ami meg azt mondjuk, hogy persze, el lehet menni, meg el kell menni a peregrinátus, a vándorló diák, a tapasztalatok, a gyűjtő magyar, aki elmegy a fejlettebb országokba, és a tudományt, meg a gazdasági erőt összeszedi, aztán visszajön, ez egy évszázados magyar sors. De életbe azt tart, ami a tiéd. Életbe azt tart az a közösség, amelyiknek köszönheted saját magadat. Az a közösség tart életbe, amelyik neked a nyelvet adta, amelyik neked a hitet adta, amelyik neked a kultúrát és a történelmet adta, az életeted adta. Abban a magyar nemzet stratégiában, ahol beszélünk gazdaságpolitikáról, eljutottunk idáig is. Hogy most is járja néhány magyarországi államtitkár a Vajdaságot, és találkozik azokkal a befektetőkkel, vállalkozókkal, akikről úgy gondoljuk, hogy ezt a több 10 milliárdos befektetést, amit a magyar kormány azért ad, hogy itt legyen magyar gazdasági erő, azt jól fogják felhasználni, megint csak a partnereinkkel együttműködve. Van ennek egy gazdaságpolitikai oldala, van egy diplomáciai oldala, ahogyan a szerb kormánnyal fogunk beszélni vasárnap este, meg hétfőn délelőtt. Van ennek oktatáspolitikai oldala. Most indítottuk el, szerdán döntött a magyar kormány arról, hogy egy 17 milliárdos óvoda fejlesztési programot indít, nem Magyarországon, hanem a Kárpát-medencébe. Ma, ha összeszámolom, Kárpát-medencében a határon kívül több pénzt fordítunk óvodákra, mint költségvetési forrásból Magyarországon. Mert ott vannak Európai Uniós források is. A 17 milliárd az arról szól, hogy az óvodában kezdődik. Azt szeretnénk, ha olyan óvodák lennének itt is, meg Erdélyben is, meg Partiumban is, meg Kárpátalján is, ahol a vegyes házasságokból, ha az a kérdés, hogy a kisgyereket hova küldjük óvodába, akkor lehet, hogy nem a magyar nyelvért küldik el a magyar óvodába, hanem azért, mert az jobban föl van szerelve, ott képzettebbek az óvónők, meg a pedagógusok, mert ott az egy vonzóbb dolog, az egy szebb dolog, az egy biztonságosabb dolog, ezért indítottuk ezt a programot. Gazdaság, oktatás, a kultúrában egyébként is jók szoktunk lenni, diplomácia, de mindez akkor ér valamit, hogyha a nemzet stratégiának ott van a lelke, a szíve közepe, és az nem más, mint hogy mi tudjuk, hogy milyen érték az a föld, ahova születtünk, ami a miénk, és hogy minden azért történik, hogy ezt a földet ne csak megtartsuk, hanem gyarapítsuk is, és ehhez mi a mi szerény segítségünket föl szeretnénk kínálni újra és újra, és örülök, hogyha ezt önök igénybe veszik. Azt szeretném mondani, hogy számíthatnak ránk. Köszönöm, hogy meghallgattak.